Ismét megrendezésre került a Hungaroring verseny pályáján a 24 órás országúti kerékpár verseny, mely rendezvény keretein belül Labonc Sándor szóló kategóriában 740 kilométert teljesítve az első helyen, míg a Csokai Csaba Kovács János duó formációban a negyedik helyen végzett. Ötödik alkalommal vettem részt ezen a versenyen, első alkalommal második lettem, azóta pedig folyamatosan az elmúlt 4 évben mindig sikerült megnyernem ezt a versenyt, ahogy ebben az évben is. Önmagában a versenyről annyit, hogy ugye, ahogy említettem, a Hungaroring versenypályáján történik megrendezésre, és itt ugye ebben az évben délután 1 órakor volt a rajt, és értelemszerűen vasárnap 1 óráig tart a verseny. Köröznünk kell a pályán, mindenkinek van egy saját csippele ellátott rajtszáma, amit ugye a verseny elején a regisztrációnál megkap, és ez alapján ugye egy csipolvasó kapun áthaladva minden körnél ugye mérik a megtett körök számát adott idő alatt, és ez alapján történik ugye a végén az elszámolás. Csokai Csaba és Kovács János is kiválóan szerepelt a versenyen. A duó formációban rajthoz álló kerékpárosok elmondták, a viharos szél, a hőség, a sok-sok emelkedő komoly kihívás elé állította a versenyzőket. Engem Labonc Sándor fertőzött meg ezzel a hosszú távú kerékpározással. 3 évvel ezelőtt elkísértem a 24 órás versenyére. Nem tudott mást hívni, így én mentem, én voltam a frissítője, és ott nagyon megtetszett ez a verseny, és ott már szinte a helyszínen eldöntöttem, hogy a rákövetkező évre én is megmérettetem magam ezen a 24 órás versenyen. El is mentem, akkor 8. helyen végeztem. Úgy éreztem, hogy marad benne egy kicsi, és megpróbálom a rákövetkezendő évbe. Tehát tavaly is elmentem egyénibe, ott 6. helyezett lettem. Viszont ott úgy éreztem, hogy mindent kihoztam magamból, ennél többet nem igazán tudok tekerni, és akkor úgy fejben úgy voltam vele, hogy a rákövetkező évbe, tehát idén megpróbálom majd városba, és Kovács János barátomat hívtam el, hogy kettesbe, tehát duóba teljesítsük ezt a 24 órás megmérettetést. Kovács János most először vett részt a Hungaroringen megtartott 24 órás versenyen. Elmondása szerint minden új volt számára, de csodálatos környezetben és nagyon jó hangulatban telt a verseny. Azonban a pálya kemény terep volt. Versenyzői szemmel nézve az egy nagyon erős pálya. Egy alföldi embernek ez kifejezetten nehéz. Tele van emelkedővel. Állandóan váltani kellett a sebességet. Rendkívül nehéz pálya. Az időjárási körülmények azok nagyon nehezek voltak. Óriási szél fújt. Éjszaka nem láttam a pályán. A pálya nincs kivilágítva éjszaka. Tehát nagyon nehezen tudtam úgy a kanyarokat bemérni. A kerékpár világítása az nagyon kevés. Itt fejlámpával kell például menni. Amúgy maga a verseny nagyon szép volt, fárasztó, rendkívül fárasztó, óriási felkészülést igényelt. Tehát ezek az emberek, akik itt ezen a versenyen elindulnak, ezek amatőrök, de profik. Azt kell, hogy mondjam. Ahhoz, hogy ilyen hosszú távokat teljesíteni tudjanak a versenyzők, kifejezetten erre a célra gyártott országúti kerékpárokat használnak, tudtuk meg Labonc Sándortól. Karbonvázas kerékpárokról van szó. Egyébként olyan paraméterekkel rendelkeznek, amit egyébként használnak ugye a versenysportolók is, akik versenyszerűen űzik ezeket a dolgokat. A menetsebesség, hát például ugye a Hungaroringen, azt tudni kell a pályáról, hogy nagyon nagy benne a szintkülönbség, és ugye nagyon technikás pálya, tehát nem egy síkpályáról, egy kimondottan nehéz pályáról van szó. Ott ugye lejtmenetben 70 km/h simán lehet engedni a gépet. A karcagi kerékpárosok tehát remekül szerepeltek a 24 órás országúti kerékpárversenyen. A Karcag Televízió valamennyi munkatársa nevében mi is gratulálunk Labonc Sándornak, Csokai Csabának és Kovács Jánosnak az elért eredményekhez.